Az Ars Musica Zenebarátok Egyesületének kultúrszalon sorozata keretében Gyökerek és Szárnyak címmel hangversenyt rendeztek a Szent István Hitoktatási és Művelődési Házban, amely során a Herman László zenei szakgimnázium végzős tövendékeinek előadását hallhatták az érdeklődők. Szabó Adrián, az Ars Musica Zenebarátok Egyesületének elnöke elmondta, az Egyesület 2013-ban indult, azóta számos zenés programmal örvendeztették meg vendégeiket. Egy felnőtteknek szóló ismeretterjesztő programsorozatot szerettem volna létrehozni, aminek az lett volna a lényege, hogy ne csak koncerteken találkozzanak a klasszikus zene kedvelői, hanem legyen egy ilyen klubszerű közösségépítő alkalom, egy fórum, ahol tudnak egymással beszélgetni, és ahol esetleg a fellépő művészeket is meg lehet kérdezni. Nem csak a gratulációra van idő, hanem egy oldottabb, kötetlenebb beszélgetésre, és ez lett végül is a kultúrszalon. Szabó Adrián hozzátette, a végzős diákok hangversenye egyfajta főpróba az előttük álló felvételi előtt. Talán kevesen tudják, de akik zenei felsőoktatásba felvételiznek, ők nem pontszám alapján lesznek felvéve az intézménybe, hanem el kell menniük, és egy kis koncertet kell adni a hangszeren, vagy énekelni, és amennyiben azon megfelelnek, akkor még egyszer meg kell jelenniük a kiszemelt intézményben, és elméleti tárgyakból is felvételit kell tenni. Tehát nekik arra kell felkészülniük, hogy akár esik, akár fúj, akár jó napjuk van, akár nem, nekik ott bármikor képesnek kell lenni egy ütőképes műsorral előállni. A Gyökerek és Szárnyak hangverseny sorozat június 17-én hétfőn 17:30-tól folytatódik, ahol két zongorista növendéket hallhatnak a zenebarátok.